Köszönöm szépen az ő munkáját, a szervező, a rendező munkáját, mindazokért, akik biztosítani fogják ennek a rendezvénynek a színvonalas lebonyolítását. Tudom, hogy ez a hely nem a szavak, különösen most nem a szavak helye, itt a tettek és a teljesítmény beszél, úgyhogy ha megengedik röviden is fogom a mondókámat. Azt is tudom, hogy minden sportoló életében fontosak a versenyek, hiszen a versenyeken dől el, hogy az a rengeteg munka erőfeszítés az sikerre váltható-e, ami minden versenyt megelőz. És azt is tudom, hogy a versenyek kegyetlenek, mert a felkészülés, a szenvedés az nem mindig várta be a hozzáfűzött reményeket egy versenyen. A harcművészetek művelői azonban különleges a különös sportolók, akik persze egyfelől a teljesítményre törekszenek, másfelől, mint harcművészetek, művelő harcosok is, és egy harcosnak mindig befelé fordul az útja, nem annyira az eredmény, inkább az utolérés az, ami egy harcos számára fontos, és egy harcos, egy olyan sportoló, aki harcos, pedig különösen nagy felelősséggel lát el azt, hogy neki a személyes példamutatás és az elvégzett munka adhat csak igazolást. Én azt kívánom minden sportolónak, hogy váltsa be azokat a reményeket, amelyekre jött, amelyekre otthonról küldjék, és ugyanakkor az eredményekről függetlenül maradjon mindig harcos, járja az útját, és segítse ezt a világot a saját példamutatásával.
Minden jót kívánok, sikeres versenyzés, a nézőknek jó szórakozás, és engedjenek meg egy személyes búcsúzást, hajrá magyarok. Köszönöm szépen. Naputo, kiva, rúd! Köszönöm szépen! A győztes, Vasilij Szamarodov, Oroszország. A győztes, Vasilij Szamarodov, Oroszország.